Hát üdvözlök mindenkit, szevasztok, sziasztok! Hát, gyönyörű idő van egyszerűen. Ha körbenézünk, ha nem is tudom, még nem olyan régen igazából nem volt ilyen szép és gyönyörű napsütés, akkor bizony köd volt. És én ezt a ködöt nagyon szeretem. Nem tudom miért. A napsütés sem rossz dolog egyébként, de amikor ilyen hideg van, akkor az emberre eszébe jut, hogy az embernek eszébe jutottja azt a dolgot, hogy nem csak köd van, de tél is. És télen, amikor van hó, most nincs, de olyan, mintha lenne, akkor olyan gyönyörű, olyan... A gyerekkoromat juttatja igazából eszembe, amikor Gyömrön még gyerek voltam, és akkor a unokatestvéreimmel igazából gyerekeskedtünk, és élveztük a gyerekkorainkat. Hát hógolyoztunk, annyira én azt nem szerettem, a hógolyózást, de mert azért, mert hogy bármi repül felém, azt nagyon gyűlölöm. Viszont szánkóztunk, és ez az idő, ez valami fergeteges. Imádom ezt az időt, ez kegyetlen, ez olyan... annyira jó, olyan beleszippantasz a levegőbe, és olyan tiszta, és derűs. És olyan makulátlan. Nagyon, nagyon jó. Kivéve a vidéken, ahol mondjuk, mit tudom én, fűtenek fával, fűvel és meg mondjuk szénnel, ott büdös van. Mondjuk itt is, mert ez vidék, de most éppen nincs büdös. Nem tudom, hogy azért, mert nem fűtenek-e, de most nem érzem, hanem olyan tisztaságot érzek, a hideget érzem, az olyan hideget, amikor már nem fázol. Mert ebben a téli hidegben nem lehet fázni. Csak a hideg hidegben, amikor hideg van, de nem olyan hideg. Na mindegy, ezt úgyse értitek. Minden, menjünk be. És képzeljétek el, mutatok valamit. Mutatok valamit, mert vettem valamit, és azt muszáj bemutatni. Most itt van az a kis drágaság, amit én szeretnék nektek bemutatni. Azért különleges, mert én mindig akartam egy ilyet, tehát én mindig is szerettem volna egy bluetooth-os hangszórót, ami jó. Hát, ezt nézzük most meg. Ez egy MediaTek nevezetű kis készülék. Nem lopott, bár... Mondhatnátok, ez biztos lopott, ez a dolog, de nem az igazából. Tesco-ból hoztam el, és vettem, tehát én ezt megvettem 14, majdnem 15 ezer forintért, tehát közel 15 ezer forint ez a Tesco-ban. De hát, mit is mondjak, bizony ez... Hát nem vittem be, hogy izét csináljak neki. Tehát nem vittem be, hogy csináljak neki egy kis ilyen jótállást, garanciát. Úgyhogy ez is rajta van, ezt majd le kell szedni. Igen, elfelejtettem, kicsit hülye vagyok. De amint lehet látni, ez egy jó dolog, hogy van LCD kijelzője, de van sok-sok más dolog is, például lehet beletenni SD kártyát, lehet beletenni USB pendrive-ot, AUX kábelt, videó, valami csodát, illetve hát olyan valamit, ami még ott van. Úgyhogy tök jó. Szerintem nem olyan rossz hangja, kifejezetten elviselhető. Szóval... Azért nem fizetek, mert nem sok lakótársak vagyunk. Hát igen, mi nem csak lakótársak vagyunk. Ez összeköltözés, ez olyan... Nagy lépés. Igen. Elinde. Igen. És neked jelen helyzetben most inkább pénzre lenne szükséged. Igen, de nem... Aj, baj lesz belőle, ha őszinte vagyok veled. Mindig az őszinteségből van a legkevesebb baj hosszú távon. Én nem úgy akarok veled összeköltözni, hogy anyagi megfontolásból, hanem mert tényleg akarom.
de még nem. Szóval, szerintem nem olyan rossz. Ja, és hogyha kifelejtettem volna, jár hozzá egy ilyen távirányító. Igen. Fura. De jár. És van EQ, kikapcsologom, stopper, ilyen dolgok, sok minden dolog. Igazából egy kis picike. Kis aranyos. Igen. Ez van. Akarod. Igen, még egy kicsit korai az ötlet, meg nem is a miénk volt, hanem Panni-é. Miközben ez csak a mi döntésünknek kéne legyen. Csak a kettőnké. Igazad van. Abszolút igazad van. Ebbe még egy bölcs királynő sem szólhat bele. Azt írták egyébként, hogy hát ezt úgy kell tölteni, hogy négyszer kell teljesen feltölteni, majd teljesen lemeríteni, utána bármit lehet vele csinálni, és hogyha nem használjuk, akkor hetente legalább egyszer fel kell tölteni az akkumulátor miatt. Nos, ha felkeltette az érdeklődésedet, akkor Tesco-ban ezt 14 ezer forintért vagy 15-ért megtalálhatjátok. Köszönöm, hogy itt voltatok velem. Ha esetleg tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, és hamarosan érkezni fog egy military csomag. Egy katona embereknek, vagy katonai dolgokat kedvelő embereknek érkező csomag, amit a katonadolog.hu-ról rendeltem. Nem szponzorált tartalom, de én nagyon szeretem a katonai dolgokat, úgyhogy én szívből ajánlom ezt nektek. Sziasztok!